Igazából a gazdák idegeit feszegették azzal, hogy azt az útvonalat, amin eddig megközelítették a földjeiket, a vízügy árvízvédelmi veszélyre hivatkozva elzárta. És természetesen kellett erre egy olyan feloldó egyeztetés, amely megoldásokat keres. Természetesen vízügy igazat beszél akkor, amikor azt mondja, hogy meg kell óvni a térséget az árvízveszélytől. Olyan karba kell tartani az egész árvízvédelmi rendszert, a töltést, hogy az meg tudja védeni a javakat. Ugyanakkor a gazdáknak is vannak érdekei, amely miatt a földeket meg kell közelíteni. Nagyon sok kérdést megvitattunk, alternatív útvonalakat kerestünk, nagyon sok sérelemmel járó alternatív útvonalak lettek volna, míg nem arra a bölcs megállapodásra jutottak a gazdák és a vízügy munkatársai egymással, hogy majd a megépülő szigetközi elkerülő út, amely a földek nagy részét már föltárja, egy 400 méteres új szakaszt kell majd, egy csatlakozó szakaszt kell hozzátervezni ehhez az úthoz, és akkor gyakorlatilag így minden terület, minden gazda birtoka megközelíthető anélkül, hogy a töltés lábánál lévő alternatív utat használhatják. Azt hiszem, hogy mindaz a konstruktív együtt gondolkodás, amely ezt a megoldást megszülte, garancia arra, hogy jó megoldás születik, békesség születik, és természetesen addig engedéllyel, egyedi szerződéssel minden gazda a régi megszokott töltés lábánál lévő nyomvonalat használhatja földjei megközelítésére.